Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, köszönöm, hogy most is velünk tartanak. Higgyék el, nem fogják megbánni, hiszen egy olyan úrral fogok beszélgetni, akit nagyon sokan ismernek a városban. Nagyon sok mindent tett le arra a bizonyos asztalra, amit emlegetni szoktunk, de ezúttal nyugdíjba vonult. Vendégünk tehát Kis István Emil, a Fehérvíz ZRT nyugalmazott vezérigazgatója. Nagyon köszönöm a megtiszteltetést, hogy elfogadta meghívásunkat. Nem szívesen. A beszélgetésünk kezdődjék teljesen az elejéről, hiszen kérdezhetném mindjárt arról, hogy hogy érzi magát nyugdíjban, hogy éli meg ezt az időszakot, de el fogunk jutni ide is. A nyugdíjig még az ember életében nagyon sok minden történik, mint ahogy ez önnel is volt. Mi a kötődése Székesfehérvárra? Honnan érkezett a városba? Én tulajdonképpen majdnem 50 éve bevándorlóként érkeztem Székesfehérvárra. Egy kis Csongrád megyei faluban születtem, a Tisza egyik partján, Mindszenten, majd az egész gyerekkorom a 14 éves korig a másik oldalon egy Baks nevezetű kicsi településen, hogy be tudják azonosítani, ez Ópusztaszer mellett van ez a kis település, és tulajdonképpen onnan tanulmányaimat követően szinte teljesen véletlenül kerültem Székesfehérvárra, mert az egyetemet, főiskolát, az egyetemet ugye Pesten végeztem, a Székesfehérvári feleségem is ugyanott végzett, és először nem is Fehérvárra akartunk jönni, hanem, ha jól emlékszem, Egerbe, csak itt Fehérváron ígértek lakást fiatal mérnököknek, és ezért esett erre a választás. Mit hallgatott az egyetemen és a főiskolán? Tulajdonképpen én gyerekkorom óta ezt a vizes szakmát tanulom, és tanultam. Benne van a Tisza? Mai napig is. Igen, pont a Tisza partján lévő gyerekkori élmények vezettek arra, hogy ezt a vizes szakmát választam. Nagy csodálattal néztem a tiszai árvizeknél a ügyködését az akkori szakembereknek. Nagyon tetszett, hogy árvíz idején van egy viharkabátos ember, áll egy műszer előtt, és mint egy karmester vezényli a munkálatokat. És ez valahogy engem megfogott, tetszett az egész, hogy kinn a természet lágyölén folyókkal foglalkoznak, és már általános iskolában is valami vonzódást éreztem-e szakmére. Hát akkor nem volt ez tudatos. Gyerekkoromban jártam mérnökökkel, úgynevezett figuránsnak, csatornákat szervényeztünk, hosszelvényt, keresztelvényt, mentem át mezítláb a piócás csatornákon, de élveztem és szerettem. És úgy tulajdonképpen ez adta meg a lökést ahhoz, hogy bekerültem egy akkor nagyon-nagyon híres és jó nevű technikumba, egy Vásárhelyi Pál úthíd és vízmiépítő technikumba Békés Csabára. Nagyon nehéz volt bejutni. És annyira népszerű volt ez a szakma annak idején? Igen, meg talán ez az iskola, hogy technikusokat képezett, és egyetlen egy ilyen iskola volt az egész országban, mert Fehérváron csak az útépítő szak volt az úgynevezett Jákiban, Pesten meg csak a víz és híd, és Békés Csabán volt, hogy mind a három szak működött. Tulajdonképpen ott kezdtem el, ott kötődtem igazán ehhez a úgynevezett vizes szakmához, rendkívül jó tanáraim voltak. Életem egyik legnagyobb élménye, hogy én ott végezhettem, és tulajdonképpen az meghatározta az én további pályafutásomat is. Csak ez a terület lebegett a szemem előtt, és elkerültem Budapesti Műszaki Egyetem vízgazdálkodási főiskolai karára, bajára, majd gyorsan elvégeztem a műegyetem vízépítőmérnöki karát, úgyhogy vízellátási, csatornázási, építőmérnök és vízépítő
okleveles vízépítő mérnök lennék, amit majd később egy más szakirányjal bővítettem, szereztem mérnök közgazdász oklevelet is, hogy a gazdasági témákban is otthon legyek. Ugye akkor kezdődött meg az általános forgalmi adó, személyi jövedelem, és egészen átalakult ugye a gazdaság politikai és gazdasági értelemben is, úgyhogy szükségét éreztem, hogy egy kicsit ne legyek úgymond szakbarbár, és ezért a közgazdaságtant is próbáltam elsajátítani, de azért az örök szerelem a vízellátás, csatornázás és a vízépítéstan maradt meg. Hol volt az első munkahelye? 74-ben, ahogy említettem korábban, kerültünk Fehérvárra, és mindjárt a beruházási vállalatnál az akkoriban nagy-nagy lendülettel épült vízellátási rendszerek, szennyvíztisztító telepek, szennyvízcsatorna hálózatok építésének voltam a műszaki ellenőre a Fejér megyei beruházási vállalatnál. És érdekes módon, amiket megépítettek akkoriban, annak az üzemeltetője lettem az akkori Fejér megyei víz- és csatorna műveknél. A fehér vízig az út azért egy kicsit zökkenő kell volt tele, míg sikerült megállapodni a fehér vízben, megosztja a nézőkkel, hogy végül is, mert azért volt egy kis dérvés kitérő. Hát igen, az ember életében azért nem minden olyan egyenes. Az akkori igazgatommal egy kicsit összerúgtam a port, általunk vélt igazságtalanság okán fogtam magam és három középvezető munkatársammal felmondtunk. Én egy kicsit akkor megcsömörödtem úgymond a vizes szakmától, és majdnem egy évig segédmunkásként dolgoztam építkezéseken. De volt olyan eset is, hogy a nagy GMK-s korszakban magának a Fejér megyei vízműnek is dolgoztam, mint fizikai munkás. És hát ennek úgy lett vége, mert az én nehéz időszak volt, két pici gyerekkel, ilyen bizonytalan egzisztenciával azért nehéz volt. És hát szerencsémre az akkori DRV üzemigazgatója, Hullai Gyula úr elhívott műszaki vezetőnek Kincsesbányára, és nagy örömömre visszakerültem a úgynevezett víziközműves szakmába, és ott elég sok időt dolgoztam, rengeteget tanultam, nagyon jó, most úgy mondják, hogy mentorom volt az akkori üzemigazgató úr. De azért a szívem, meg a lelkem, meg a sok jó kollega azért mindig eszembe jutotta a Fejér megyei vízművet. És hát akkoriban, ugye ez a rendszerváltás előtti időszak volt, azért már enyhültek ezek a jó berőzült szabályok, és az akkori megyei tanács elnök egy forradalmi döntéssel pályázatot hirdetett a nyugdíjba vonuló, úgymond elődömmel, után, és hát több mint 20-an jelentkeztünk. Én a esélytelenek abszolút nyugalmával írtam egy pályázatot, és hát valószínű, hogy tetszhetett, mert 20 jelölt közül 5-öt behívtak az akkori megyei tanácshoz, és teljesen szokatlan módon, most már úgy mondják, hogy ilyen kampány beszédet kellett tartani a ottani dolgozók előtt is, és hát
legnagyobb meglepetésemre ezt a úgynevezett programot. Nagy lelkesedéssel fogadták a régi kollégák. És hát mai napig őrzöm a levéltárcámban, hogy akkor 1100 dolgozó volt a Fejér megyei víz és csatorna műveknél, és 911 szavazatot kaptam. Az úgy lelkileg rendbe tette a dolgaimat, és végül 1989. július 1-én megválasztottak, vagy kineveztek akkor igazgatónak, majd később, amikor a rendszerváltás után ugye kicsit fölbojdult a gazdaság, a gazdasági törvények megjelente után, amikor részvénytársasággá alakult a társaság, illetve a vállalat, akkor nevezték át a státuszomat vezérigazgatónak. Egy kicsit visszatérnék én a munkás évekre, a kétkezi munkás évekre. Soktól hallottam, hogy amikor rá voltak kényszerülve, több diplomával akár, hogy egy időt így töltenek el, hogy abból nagyon sokat tanultak, és hogy az igazi jó vezető, az legalább egy évet eltölt egy ilyen helyen. Van ebben valami? Van. Határozottan állítom, még ha akkor bizonytalanságot sugárzott ez az állapot, de azért a kétkezi munkával és annak a megbecsülése azért az nagyon sokat jelentett a későbbiekben. Amikor már vezetőként dolgoztam, akkor az a adottság vagy lehetőség megvolt, hogy mit lehet egy szorgalmas, dolgos embertől elvárni, mit lehet megcsinálni. Úgyhogy az nagyon jó tanuló év volt, nagyon sokat jelentett. De azért emberileg is sokat jelentette számomra, mert látták a volt kollégáim, hogy megállom a helyemet, ha kell, fizikai munkával, végzésével is, nem rettenek vissza. Nem biztos, hogy a végső szakmai sikerhez mindig az íróasztal vezet. Úgyhogy ezt én most már ennyi év távlatában is, meg akkor is úgy értékelem, hogy hasznos időszak volt ez. Mint vezető, mennyire tudta kiélni, mérnöki mi volt át? Volt a lehetőség a szakmájával foglalkozni, vagy inkább a vezetés vitt el? Ez egy nagyon jó kérdés, mert én mindig azt mondom, hogy a mi szakmámban, ebben a vízi közműves szakmában, a vizes szakmában én a szakmai csúcsot a műszaki vezető főmérnök beosztásban tudom elképzelni és vallom. Első számú vezetőként azért a szakma gyakorlása azért egy kicsit felszínes. Sokkal inkább mással is kell foglalkozni, mint amit az ember akár középiskolában, főiskolán, egyetemen tanult. Sokkal inkább szerteágazó a tevékenysége, és sokszor, nagyon sokszor felüldülést jelentett, amikor igazi műszaki kérdésekkel, problémákkal lehetett foglalkozni. Az úgy melengedte a lelkemet, hogy a tanult szakmámat, a tanultakat a gyakorlatban is hasznosíthatom. 31 évig volt tehát vezetője a cégnek. A 31 év alatt sok minden változott. Egy picit próbáljuk ezt összefoglalni. Például a szolgáltatási terület változott-e? Hát ez is egy több órás beszélgetésre adhatna okot. Ugye 89. július 1-én kezdtem, és hát mindjárt 90-ben jött a gazdasági és politikai változás,
ma ezt úgy mondjuk, hogy rendszerváltozás. És hát bizony egy csomó nehézséggel kellett szembenézni, ami még most is úgy érzem, hogy nagyon súlyos lelki sebeket okozott. Tudni kell azt, hogy a rendszerváltás előtti időszakban a víz, amit a lakosság és általában a fogyasztók fizettek, az akkor se annyiba került, mint amennyit fizettek, hanem sokkal többen, de akkor működött egyfajta, most úgy mondják, hogy ilyen szociális védőháló. Én emlékszem, hogy 89-ben 2 forint 40 fillér volt egy köbméter ivóvíz, 3-10 egy köbméter szennyvíz, és ez a rendszerváltás után teljesen megfordult. Akkor körülbelül előtte olyan 20%-át fizették a fogyasztók a valós díjnak, a többi az valamiféle nagyon bonyolult állami támogatás keretében térült meg az üzemeltetőnél. Ez azonnal megfordult a rendszerváltás után, 80%-át kellett fizetni a valós díjnak, és körülbelül olyan 20%-nyi támogatás maradt meg, ami gazdasági értelemben és egyéb más értelemben azért nagy érvágás volt az akkori időszakban. Főleg akkor, amikor az emberek olyan természetesnek vették azt, hogy a víz ott van a város vagy a település alatt, miért kerül ez ennyibe? Senki nem gondolta akkor végig, hogy tulajdonképpen azt a vizet ki kell emelni, ha kell, tisztítani kell, végig kell kergetni egy hálózaton, le kell olvasni, ki kell számlázni, és tehát folyamatosan karbantartani, csőtöréseket, egyéb hibákat javítani. Ez úgy senkinél nem esett le. Nagyon nagy ellenállás volt a lakosság és a fogyasztók részéről, hogy ilyen mértékben megváltozott a fizetni való. És hát semmi más nem maradt, mint ezt a helyzetet túlélni. Ahogy említettem, akkoriban olyan 1100 fős volt a vízmű. Volt egy jó működő építőipari részleg, de pontosan a változások okán annyi új szervezet, kivitelező szervezet jött létre, hogy mi nem voltunk versenyképesek ezekkel a kis újonnan alakuló cégekkel, és hát a legkegyetlenebb dolgot kellett akkor meglépni. 1100 főből kb. 400 főt kellett leépíteni. Higgy el, hogy életem legrosszabb időszaka volt, azoktól az emberektől megválni, akik, most nagyon profán akarok lenni, akik rám szavaztak, és azokat elküldeni, az egy lélekölő időszak volt. Sokszor, akkor senki nem látta, azért rettenetesen el voltam keseredve. Az egy szerencsém volt, hogy nem az utcára kerültek ezek az emberek, hanem akkor ugye nagy divat volt, hogy KFT-k alakultak, és hát ezeket az embereket átmentettük egy vállalkozó szellemű középvezető kollégához, úgyhogy nem az utcára kerültek, hanem utána sok-sok évig azért dolgoztak, csak más területen, a kivitelezés és egyéb területen. Tehát nem az utcára került nagy részük. De ez egy borzalmas időszak volt. Én ezt sokszor nem akartam megélni a cégnél, mert kegyetlen dolog ez. Amikor emberektől kell megválni, akik együtt húzták azt a néha jó megrakott szekeret.
a kevésbé megrakott szekeret, az egy nehéz időszak volt. De ezzel a körülménnyel, ahogy elmondtam, azért nem volt annyira véres és megalázó mondjuk a távozó kollégáknak. A fehérvíz története megérne szerintem még egy-két műsort, bizonyára nekünk kevés az időnk, úgyhogy visszatérnék az ön életéhez, ami továbbra is kapcsolódik a fehérvízhez. Elmondta a negatív emléket, a rossz emléket. Van egy olyan emlék, amit jónak él meg, és szívesen emlékezik rá, most így hirtelen, amire a legbüszkébb a vezetői munkásságából, amit eredménynek könyvelhetett el az elmúlt 31 évben? Én a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy amikor ilyen szabaddá vált a világ, és újjá alakultak ugye az önkormányzatok, megkapták a önkormányzati törvény alapján a vagyont, ami mindig is az övék volt. Mi ezt megfogadtuk kori vezetőtársaimmal, hogy semmi olyan, úgymond disznóságot nem követünk el, hogy a jó működő szervezeti egységet kimentjük valamiféle maszek dologba, hanem a jót is, a rosszat is megpróbáljuk megtartani, és egymás javára vagy kárára javítani a társaság gazdasági pozícióit. Azt hiszem a szakmában nálunk volt az, hogy egyedüliként talán, hogy minden maradt ugyanúgy, ahogy volt, semmit nem privatizáltunk, nem engedtünk semmit széthordani, és úgymond egybe maradtunk, mind a 86-87 település továbbra is bízott bennünk, mert nyílt kártyákkal játszottunk. Bár azért itt volt némi bonyodalom, ugyanis az állami cégek olyan pozícióba kerültek, az állami vízművek, hogy bizony raboltak el tőlünk településeket. Hát eléggé fura módon, de ők akkor ezt megtehették. Mi megvásároltuk tőlük a vizet mondjuk 50 forintért, és csináltunk belőle 70-90 forintos díjat. Ugye mi foglalkoztunk magával a tevékenységgel, és hát bizony az állami cégek gondoltak egy nagyot, és azon a díjon, amin nekünk átadták a díjat, elvállalták annak a településnek a teljes üzemeltetését, és hát a 10-15 települést azért sikerült elcsábítaniuk. Tehát voltak nehézségek, voltak örömök, de 31 év után, 2020 május végén nyugdíjba vonult, és most már nyugdíjas életét éli. Mit tervez erre az időszakra, és egyáltalán hogy lehet egyszer csak otthon maradni? Hogy nem fogja a zakóját, és megy az irodájába, ezt hogy éli meg? Ez akkor tűnik föl, amikor mások mondják, hogy majdnem 31 év. Amikor az ember benne él, akkor ezt úgy különösebben nem tartja számon. Sokszor azért eszembe jut, hogy kell ezt hangsúlyoznom, hogy majdnem 31 évig voltam vezérigazgató. Azért ma már nem nagy erény, hogyha valaki ilyen sokáig tud a helyén maradni, bár megjegyzem, hogy szakmában azért most én vagyok a rangidős igazgató, vagy én voltam, aki 31 évet ki tudott húzni. Nagyon sokakat a politika, meg egyéb körülmények eltávolítottak. Hát most egy kicsit viccesen
azt mondanám, hogy vagy nagyon jól csináltam valamit, vagy mindent, vagy elfeledkeztek rólam, és nem vettek észre. De azért inkább azt szeretném erősíteni, hogy valamit csak jól csináltunk. Nem egyedül én, hanem az a vezetői és munkás gárda, akikkel együtt ezt a 31 évet lehúztam. Hogy mit fogok csinálni ezután? Én erre mindig azt mondom, mert ahogy közeledett a nyugdíjba vonulásom ideje, mindenki azt kérdezte, hogy mit fogsz csinálni, hogy fogsz még dolgozni, meg eltávolodsz a szakmától. Én azt mondtam, hogy azt szeretném csinálni, hogy kicsit lehúzom ezt a vízműves élet rólóját, és talán azt csinálnám, amit az ember úgy szabadság alatt csinál, hogy él a hobbiának, él a kertnek, él az utazásnak, él a kedvenc dolgainak, és hát ezt próbálom most május 29-e óta szépen rendezgetni. Egyelőre ott tartok, hogy semmire nincs időm, amit elhatározok, az annak csak fele valósul meg. Közben azért igyekeztem fölkészülni a nyugdíjas időszakra. Engem nagyon érdekel a zene, érdekel a fotográfia. Még januárban beiratkoztam egy ilyen alkotófotós, fotográfus iskolába. Azt január óta művelem. Sajnos a pandémiás időszak bekevert egy kicsit, mert az elméleti oktatások így a vége felé már távoktatásban történtek, a gyakorlati dolgok pedig elhalasztásra kerültek. De aktív nyugdíjas éveket kíván magának, úgy látom. Azt szeretnék, csak legyen hozzá egészség, kedv, elszántság, és minél inkább, minél hamarabb próbáljam ezt az új életet maga valóságában elkezdeni. Sok-sok boldog évet kívánok én is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságait. Kedves nézőink, az elmúlt fél órában Kis István Emil, a Fehérvíz ZRT nyugalmazott vezérigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!